Igen. Sziasztok, Matilda vagyok. Sziasztok, én még mindig Robi vagyok. És a mai videó az utolsó 2021-es közös olvasásos összegzős videónk apával, így ez január végén. Gyönyörű mondat volt, igen. Tudom, csodálatos volt, igen, engedd el. Igen, mivel ő elkezdett Dűnét olvasni, én meg nem, ezért kb. Alig van közös könyvünk, de még előtte kiolvasott pár másik könyvet, úgyhogy... Úgyhogy nem kell félni, rövidek leszünk. Igen, három azaz kötet... Azaz nem hosszúak. Három darab kötetünk van, amit közösen olvastunk az utolsó negyed évben, 2021-ben, úgyhogy... Vagy hát nem egészen így van, mert én később olvastam, amit apa előbb, de mindegy, három könyvet tudunk hozni. No, kezdjük! És annyira... Na mindegy, most megnéztem, hogy a majom mit írtam róluk, ott tök jókat írtam, úgyhogy nézzétek meg azt is. Az első... Self-promo me. Az első ja, Tamsin Muir-től, azt hiszem valahogy így kell mondani a nevét, nem vagyok benne biztos. A Gideon a 9., ami a Lezárt sír trilógia első része, és ez azt hiszem tavaly megjelenés egyébként. Már megmutattam. Igen, csak tudod, ilyenkor szoktuk végigmutatni a könyvet, hogyha valaki mondjuk belekattint, megtalálja, amit keres. Igenis. Mindig tartom végig, amikor a borítót vágom be, az is végig ott van. Jó. Oké. Okay. Ha meg ennyi, megmutatta, kész. Tartom, jó? Mondjad. Tart. Na, ez egy nagyon jó könyv volt, nekem tetszett. Igen. ami zavaró volt benne. Eddig nagyon jó. Ma jók vagyunk. Különösen jók. Én meg milyen hullaszínű vagyok, azt nézem a kamerában. Hallod? Ilyen könyv után? Állj a sarokban. Melyikben? A választás. Szóval, jó könyv volt, érdekes volt, izgalmas volt. Mennyit lehet elmondani spoilerezés nélkül, a fülszövegben van? Fülszövegben van. Kb. Ugye ezek ilyen különleges emberkék, ha mondhatjuk ezt, akiknek a sztoria ez a könyv. Néha zavaró volt, hogy annyira sok a szereplő, hogy nehéz volt nyomon követni, hogy éppen kiről van szó, és ki kivel és mit csinál. Van az elején egyébként igen benne egy ilyen lista, mint a drámák elején szokott lenni, hogy ki kicsoda, de hát sűrűn vissza kellett lapoznom, hogy ki kicsoda. Engem egy csomó név ugyanúgy hangzik. Igen, és akkor hol a vezetéknevet használta, hol az utónevet következett, mert ez nagyon zavaró volt a számomra, de összességében azért, ha nagyon odafigyelt az embert, mondom nagyon, lehetett követni. Meg amikor azt mondta, hogy az XY ház lovagja, meg az XY háznak a izéja, hát az meg pláne. Örököse, vagy nem tudom. És akkor vissza kellett lapozni az elejére, hogy ez ki? És a vége felé jöttem rá, hogy mutassam neked, hogy egy fejezet címet keresel, légy szíves. Minden fejezet elején ott van egy ilyen kis ilyen koponya, ami egyébként a szereplőknél, vagy a házaknál is itt van. És utóbb derült ki számomra, hogy ez fontos, mert hogy amelyik koponya izé ott van, nagyjából a velük kapcsolatos történetszál következik. Na hát én tudtam, hogy a koponyáknak biztos van valami jelentősége, mert láttam, hogy össze-vissza sorrendben máshogy jöttek, de arra nem jöttem rá, hogy mi lehet, mert nem nézegettem vissza, hogy melyik koponya, melyik ház, és így nem... Én már a végén kezdtem azt is visszanézegetni. Ennyi idő nem volt. Egyébként új-zélandi szerző. Igen. Igen? Igen. Jó, oké. Csak mondom. Ha valaki érzékeny a durva kifejezésekre, akkor óvatosan fogjon hozzá, mert hát ebben vannak elég alpári kifejezések. Mondhatnánk, hogy mondhatom ezt, nem szivatják egymást a szereplők. Nem kicsit, nagyon. És ez szavakban is megnyilvánul. Verbálisan. Jó, de hát amilyenek a szereplők, ugye itt nekromantákról beszélünk, nem nagyon érzelgőznek. Na. Hát nem. Szóval nekem nagyon tetszett ez a könyv. Igen, mert apa nyomatta ezt a Fumax SF Extra sorozatért járó plecsnit. Igen. Úgyhogy mindent elolvasott, és így megörült, mikor meglátta, hogy jé, hát ez nekem megvan, mondom, igen, megvan. Megvettem, úgyhogy megvan. Igen. Ez egy jó könyv volt, tényleg kicsit nehezen lehetett érteni, meg az első 100 oldal az ilyen... És utána is mondjuk olyan maradt, hogy mi történik. Én kicsit azt érzem, hogy voltak benne pontok, amikor így
elült a dolog, aztán nagyon sok minden történt, aztán megint kicsit, aztán megint nagyon sok minden történt, úgyhogy volt benne egy ilyen. De pont kérdeztem tegnap apát, hogy akarjuk ebből olvasni a második részt, mert az most már kijött magyarul, és jövőltem vele, hogy igazából érdekelne, hogy mi történt, mert a végén én nem hiszem el, hogy az történt, ami. Én nem hiszem el, hogy egy bizonyos szereplő meghalt ebből. Ja, tudom, mire gondolsz. Jó, hát... Úgyhogy amiatt akarom legfőképpen tovább olvasni. Gyanítom, hogy nem történt az. Valami azzal még biztos lesz, én ebben biztos vagyok, de menjünk tovább. Jó. Azt mondtuk, hogy rövid videó lesz, azt már 6 percnél járunk egyébként. Kövi! Következő könyv. Egy magyar szerző könyve. Moskátanitától, az Irha és Bőr. Ami egyébként a BookTube könyvklub közös könyv is volt, de apa nem akkor olvasta, hanem még előtte. Így nem kaptam plecsni. Elmentél Dűnét olvasni, így járt át. És még mindig azt olvasok. Azt is. Ez is egy klassz könyv volt egyébként. Néha azt éreztem, hogy voltak benne részek, amik hát, hogy ki is maradhattak volna, mert hogy nem vitte se előre, se hátra a történetet. Most erre hadd ne mondjak példát, mert úgyse fogok tudni. Szóval összességében egy klassz könyv volt ez is. Nagyon végletekig kihegyezett konfliktusok vannak benne, amiknél az ember úgy türelmetlenül várja a végkifejletet, vagy hogy rendeződik, vagy hogy rendeződik, tud egyáltalán rendeződni az adott konfliktus. De nagyon sok, mondom, olyan rész van benne, hogy oldalon keresztül a főhősünk lelki világát merülünk el, és azt én annyira nem tudtam értékelni. Lehet, hogy ez valakinek bejön, nekem nem jött be annyira. Ja, hát egyelőre ennyi, amit hirdem eszembe jut róla, mert elég régen olvastam már. Szerintem te azután olvastad, hogy megvettem. Hát és az még a könyv hét előtt. Igen, nem, a könyv hét előtt vettem, még ja, tényleg, mert másfél-két hónappal előtte magaddal. Vettem. Tehát én ezt még nyáron vettem, ezt a könyvet. Bocsánat, tehát még annyi, hogy egyébként a téma felvetés is érdekes, de a téma felvetés mögötti föllelhető témák boncolgatása szerintem még érdekesebb. Most nem akarok rébuszokban beszélni, de igazából most hogy mondjam ezt el spoiler nélkül? Mennyi van a fülszövegben erről? Mondd el, és megmondom, hogy spoileres-e. Mert ugye vannak az emberek, meg a majdnem emberszerű lények, fajzatok. A fajzatok. És ugye a közöttük lévő... Ez abszolút nem spoiler. Ellentmondások hogyan alakulnak, illetve a fajzatok mit gondolnak az emberekről és a hozzákorú viszonyukról, és viszont, hú de jól megasszontam, közben ezt itt mutogatom, nem baj. De ugye ez azt is magával hozza, hogy attól, hogy valaki másként éli meg az életét, vagy látja a világot maga körül, attól még nem biztos, hogy ellenségnek kéne tekinteni. Szerintem ez erről is szól, és sokkal nagyobb vonalakban szól erről. Ez a könyv nagyon sok mindenről igen. Szól. Majdnem mindenben egyetértek veled, kivéve abban, hogy nekem nem voltak benne ilyen feleslegesnek érzett részek, hanem én azt is érdekesnek tartottam azokat a részeket. De én erről azt hiszem annyit írtam molyos értékben is, értékelésként is, hogy brutális, és ennyi az értékelésem molyan erről a könyvről, hogy ez egy brutális könyv. Nagyon jó, úgyhogy már megvettem a horgony helyet, itt figyel apa fölött valahol a fején. Majd egyszer is valakörül. Szólok, jó? Majd, hogyha elolvastad az összes Dűnét, akkor végre visszacsábulsz a könyves polcomra. Most azzal ott tartom, hogy időnként muszáj szünetet tartani, mert hogy ne kapjak tőle. Semmi bajt. Szegény már régen mazsoláztál a polcomról. Igen. Nagyon egyébként. Régen egyébként. Úgyhogy szégyen és gyalázat. Szóval jó könyv az Irha és Bőr. Igen. Ha még nem tettétek, olvassátok el. Határozottan ajánlott. Az utolsó. Az ez a szép, színes, cukormázas könyv. És ezt tessék szó szerint érteni. A Cukorszín égbolt alatt címet viseli. Igen, ez a Csellengő gyerekek sorozat harmadik része, ez a könyv hétre jelent meg, és ennek ugye volt a Minden szívkaput nyit, ami az első rész, és a Mély Baránt a lábvilág, ami a második rész, ez meg a harmadik rész. Igen. Ahogy mondod. És pillanat, még annyi, hogy míg a Mély Baránt a lábvilág előzmény történet a Minden szívkaput nyithoz képest, ez a Minden szívkaput nyit eseményei után történnek. Tehát ehhez jobban igényelt annak az olvasása, mint a mélyben a lábvilághoz. Igen, ezt írtam én is az értékelésemben, hogy az első rész ismerete nem árt hozzá, mert különben kicsit érthetetlenné válhat a történet.
nagyon tetszett, nagyon jó volt. Szerintem szinte egy húzomban végigolvastam, nem sok szünetet tartva az olvasásban. Arra ügyelni kell, hogy iszonyú sokat cukor benne, de hogy így szó szerint. A cukor szintem úgy felszarad, de ez egyébként nem ment a könyv rovására, ettől függetlenül, hogy ennyi cukor, meg cukorról, meg édeségről van benne szó. Nagyon bájos, kedvelhető, szerethető történet. Igen. Egyrészt gyönyörű a borítója, imádom. Igen. Másrészt, igazából aki nekem a kedvenc szereplőm ebben a sorozatban, neki valamelyest kapcsolódik a sztoriához ez a rész, és én azért ezt nagyon vártam. Én a Mélyberánt, a lábvilágot jobban kedveltem, meg a Minden szívkaput nyitott is, mint ezt. Nem azt mondom, hogy ez nem tetszett volna, csak nekem kicsit más stílusúnak tűnt ez az előző kettőhöz képest. Illetve kicsit elvesztem az időutazós dologban benne. Ez könnyen megesik ezzel, nincs baj. De egyébként nagyon jó tényleg ez is, és én nagyon, tehát én most már kedvenceltem ezt a szerzőt, meg ezt a sorozatot, tehát nagyon szeretem. Rövidek, de ütősek, és nagyon elvezetesek Shannon McGuire kötetei, így remélem, hogy hamarosan jön a következő rész is belőle. Ennyi. Klassz volt, olvasd el. Igen, egyébként, tehát egy cukorországban vannak legnagyobb részt a szereplők, ahol a cukros üdítő tengertől kezdve a pillecukorhegyeken át minden van, és tényleg így olvassa az ember, és így érzi, hogy diabétész alakul ki. A színeket látod, pontosan, hogy 20-as cukorszintre felugrott egyből az ember. Igen, jaj. De nagyon jó, meg nagyon kreatív volt egyébként a, igen, a világ. Igen, voltak benne érdekes megoldások. Igen. Úgyhogy ez volt a legutolsó tavaly olvasott három közös könyvünk. És szerintem ilyen közérdekű információnak mondhatom, hogy egyébként így beszéltem apával arról, hogy ez idén hogy legyen. És én azt mondtam, hogy mivel most tök másokat olvasunk egyébként, biztos lesz egyébként így is átfedés, de hogy nagyon másokat olvastunk az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben. Hát úgy október óta igen. Hát előtte is csak 5 könyvünk volt. Hát jó, de most nagyon szép. Most nagyon szétmentünk. Úgyhogy én azt mondtam, hogy mi lenne, ha idén is valamilyen időközönként csinálnánk közös videót, de nem feltétlen arról, amit idén olvasunk közösen, hanem így ideállunk a polc elé, a másik polc elé, ránézünk és kiválasztunk X könyvet, amiről szeretnénk beszélni. Akár friss olvasás, akár régebbi. Lehet. Akármi. És még emlékszem rá. Vagy valamelyikünk régebben olvasta, de a másik most, szóval. Ja, valami ilyesmi. Szerintem. Voltak már idén is nagyon meghatározó. Tehát például ott a dűnét én és negatív értelemben is. Azt mondjam. Tehát, hogyha én elolvasom a dűnét, az alapvetően nem lenne jó, úgymond, mert te tavaly olvastad én idén, de beszélgetni, meg beszélgetni róla veled, úgyhogy valószínűleg arról lesz szó. Az a szabály, hogy nincs szabály. Igen, egyébként. Én csatornám, én szabályaim. Ennyi. És nem lesz saját csatornája. Nem vagyok hajlandó vágni. Én is utálok vágni. Képeket hív. Ja. Ezt már megnézzük, hogy mi lett belőle, és csak utána engedi ezzel a kirakást. Szóval érted? Értem. Oké. Okay. Jó, igen. Úgyhogy ennyi volt, ez volt így a, ennyi az volt utolsó mára. 21-es összegzésünk. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Sziasztok.